Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Április 25-e van Márk névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Juhász Bálintot választották meg a tartományi képviselőház elnökének. Harmadik alkalommal szervezték meg Budapesten a CPEC Hungary-t, a legnagyobb konzervatív seregszemlét. Újabb utcákban épül a szennyvízhálózat Horgoson. Komoly felújításon esett át az Óbecsei Samu Mihály általános iskola. Juhász Bálintot választották meg a tartományi képviselőház elnökének, a VMS tartományi lista vezetőjére, a párt intézőbizottságának elnökére 81 képviselő szavazott igennel. A vajdasági parlament ülésén az alelnökök személyéről is döntöttek, valamint megválasztották a főtitkárt és a parlamenti bizottságokat is. A vajdasági képviselőház első ülésének folytatása előtt az ellenzéki pártok képviselői kinyilvánították nem tetszésüket a tartományi hatalom munkájával kapcsolatban. Želimo da se obratimo povodom katastrofalnog početka rada Skupštine Vojvodine. Naime, čekali smo 70 i kusur dana da se nastavi konstitutivna sednica koja je bila na zvaničnoj pauzi. Potom smo imali nekakve konsultacije na kolegijumu za koji nismo dobili dnevni red. Javljeno nam je od danas za sutra. A tartományi parlament ülésén megválasztották a képviselőház új elnökét. Az egyetlen jelöltet, Juhász Bálintot 81 képviselő biztosította támogatásáról. 28 képviselő nemmel szavazott. Senki sem tartózkodott. Hatan viszont nem szavaztak, és öten nem voltak jelen az ülésen. Megválasztották a négy alelnököt is, Damir Zobenicát, Alexandra Maleticot és Nemanja Zavisicot a szerb haladó pártból, valamint Boris Novakovicot, aki a szerbiai szocialista párt képviselője. Dmitar Stanisic, az SHP tartományi frakció vezetője gratulált a megválasztottaknak, és elégedettségét fejezte ki, hogy az ellenzék is elfogadta a bizottságokban való munkát. Takođe jednu vrstu zadovoljstva zato što su opozicione poslaničke grupe prihvatile rad u Skupštini, odnosno prihvatile rad u svim radnim telima 19 odbora Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, da podsjetim, i oni su prihvatili rad u tim odborima. I da ću dužnost predsjednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine obavljati savjesno, nepristrasno i odgovorno. Juhász Bálint eskütétele után szerbül és magyarul is szólt a képviselőkhöz. Mint mondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy Pásztor Istvánt követheti ezen a poszton. Hangsúlyozta, négy év komoly munkája vár rá, és nagymértékű toleranciára, egymás iránti tiszteletre lesz majd szükség. Azonban készen áll arra, hogy ezeket a követelményeket figyelembe vegye, és együttműködjön a képviselőkkel a sikeres parlamenti munka érdekében. Szeretném kifejezni az örömömet, hogy Vajdaság Autonóm Tartomány elnökévé neveztek ma ki. Amekkora öröm, ugyanakkor a teher és felelősség is. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Pásztor István, ha szabad így fogalmazom, a mentorom utódaként neveztek ki, ami különösen nagy felelősséget és mérhetetlen megtiszteltetést jelent a számomra. Szeretném a következő négy évben meghálálni a képviselők, de mindenek előtt a választópolgárok, minden vajdasági polgár, és azon belül a vajdasági magyar közösség bizalmát. A képviselőház elnökének és alelnökeinek, valamint a tartományi bizottságok megválasztásával befejezte megalakulását a vajdasági parlament. Juhász Bálint a tartományi képviselőház 33. elnöke.
A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt elnökével egyeztetett szerdán Szabadkán. A VMS elnöke dr. Pásztor Bálint azt írt a közösségi oldalán, hogy a magyar pártok továbbra is együtt. A bejegyzésben úgy fogalmazott, minden erőnket a lehető legerősebb helyi képviselet biztosítására kell összpontosítanunk. A tavalyi parlamenti választások eredményei is megmutatták, hogy így kell. Nem mindegy, hány képviselője lesz közösségünknek és hány lehetne. Minden június 2-án megszerzett mandátum számít, zárja bejegyzését dr. Pásztor Bálint. Ana Brnabić, Szerbia köztársasági parlamentjének elnöke holnap írja ki az önkormányzati választásokat június 2-ára. Hogy ez megvalósulhasson, a szerb parlament április 23-án elfogadta az önkormányzati választásokról szóló törvény módosításait. A jogszabály módosításai lehetővé teszik, hogy a belgrádi és az ország egész területén az önkormányzati választásokat ugyanazon a napon, június 2-án tartsák meg, ami az ellenzék egy részének egyik követelése volt a választási feltételek javításával kapcsolatban. Harmadik alkalommal szervezték meg Budapesten a CPEC Hungary-t, a legnagyobb konzervatív seregszemlét. A jobboldali vezetők kétnapos találkozójának főszónoka ebben az évben is Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt. Vajdasági politikusok is képviseltették magukat az eseményen. Rend, szabadság, biztonság, ez az, ami összeköti a CPEC Hungary résztvevőit, mondta nyitó beszédében Szántó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója hangsúlyozta, a júniusi európai parlamenti választások és a novemberi amerikai elnökválasztás fontosságát, hiszen, mint fogalmazott, mindkét esetben gyökeres változásra van szükség. Három a magyar igazság, hiszen ez már a harmadik CPEC Hungary. Ugye az első CPEC Hungary 2022-ben egy kinyújtott kéz volt, melyet szerencsére számos tengeren túli és európai konzervatív rázott meg lelkesen. Az Isten, haza, család hármas egységét akkor olyan civilizációs minimumként ajánlottunk barátaink figyelmébe, melyek védelme összeköt minket. A rákövetkező, a tavalyi CPEC mindenre alapozva, mondjuk úgy, hogy a jobboldali connectivity-ről szólt, az együttműködés mélyítéséről, arról, hogy eszünkbe véssük, együtt erő vagyunk, de csak is együtt vagyunk erő. Idén pedig akcióba lendülünk. Matt Schlepp, a CPEC Foundation és az Amerikai Konzervatív Unió elnöke a többi között reményét fejezte ki, hogy Donald Trumpot novemberben újra megválasztják az USA elnökévé. Ez hozzájárul ahhoz, hogy megszűnjön a migráns áradat, amely veszélyezteti Amerikát, megszűnjön az a félelemérzet, amit a jelenlegi amerikai demokrata párti hatalom szít, fogalmazott. Az esemény főszónoka ebben az évben is Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt. Idén, ha az Úristen is úgy akarja, lezárhatjuk a nyugati civilizáció egy dicstelen korszakát. Lezárhatjuk a progresszív, liberális hegemóniára épülő világrendet. Barátaim, a progresszív, liberális világszellem úgy, ahogy van, elbukott. Háborúkat, káoszt és békétlenséget, összeomló gazdaságot és zűrzavart hozott a világra. Zűrzavart a nemzetközi politikában, elszegényedést a családoknak, romló közbiztonságot az utcákon és a tereken. A cél a szuverenista világrend visszaállítása, abban ugyanis a valódi szuverén, maga a nép, fogalmazott Orbán. A család, a nemzet kell, hogy képezze az értékrendet, hangsúlyozta. A rendezvényen dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, Vicsek Anna Mária, Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjelöltje, a VMS alelnöke, Fremond Árpád, az MNT elnöke, és Kovács Elvira, a szerb köztársasági parlament VMS-es alelnöke is részt vesz. Ferenc pápánál tett hivatalos látogatást Súlyog Tamás, a közösségekről, közösségeink jövőjéről beszélgetünk, hangsúlyozta magyar köztársasági elnök. A találkozón érintettek egy személyes témát is, amely a pápa budapesti látogatásakor mondott beszédének egyik üzenetét érintette. Ferenc pápa Szent István egyik intelmét említette, amely úgy szól létszelét, hogy soha se harcolj az igazság ellen, idézte fel Súlyog Tamás, kiemelve, ez Szent István fontos üzenete és
és nem véletlen, hogy éppen Ferenc pápa hívta fel rá a figyelmet. A köztársasági elnök csütörtökön részt vett azon a magánkihallgatáson is, amelyen a pápa a magyar nemzeti zarándoklatra érkezett magyarokat fogadta, majd jelen volt a zarándoklatot lezáró misén a Szent Péter bazilikában. Szerbiának tovább kell küzdenie és óvni a saját érdekeit, ezt mondta Alexander Vučić New Yorkban. A szerb államfő egyebek mellett azért utazott az Amerikai Egyesült Államokba, hogy tárgyalásokat folytasson több ENSZ tagállam képviselőjével is, ugyanis a szervezet tagjai május 2-án arról a szrebrenicai határozatról is szavaznak majd, amely szerint az ENSZ július 11-ét a szrebrenicai népirtás áldozatainak emléknapjává nyilvánítaná. Vučić szerint a helyzet bonyolult. Naša situácia teška i koliko god radimo i koliko god se mučimo svakog dana ne bih rekao da je lakša zato što svi drugi koji su mnogo moćniji i snažniji od nas ulažu sve više napora kako bi ucenili ili bolje da to kažem finim rečnikom da vodim računa, ubedili sve druge koji nisu ubeđeni da bi trebalo glasati za rezoluciju, da ipak glasuju jer tako će ostati u dobrim odnosima sa najmoćnijim silama sveta. Gőzerővel haladnak a Belgrád-Budapest gyorsvasút Szabadka és Újvidék közötti szakaszának építkezési munkálatai. Ma délután Topolyánál lerakták a két vajdasági város között húzódó simpár utolsó elemét, így a fővonal összekötöttnek tekinthető. A gyorsvasút tesztelése szeptemberben indulhat meg Újvidék és Szabadka között. Molimo vas, da svi zajedno u isto vreme pritisnete tastere. A kínai és a szerbiai politikusok közös gomnyomással indították el az ünnepi konfetti esőt, amelyet követően a gyorsvasút építésén dolgozó munkások Topolyánál a helyére illesztették a Szabadka és Újvidék között húzódó simpár utolsó elemét. Így a fővonal összekötöttnek tekinthető az említett szakaszon. A gyorsvasútnak a kiépítése nagymértékben hozzá fog járulni Topolya községnek a fejlődéséhez, mint a személyforgalom, mint pedig a tehérforgalomnak a tekintetében. Szeretném megemlíteni, hogy a kivitelezés az ütemtervel összhangban halad, és teljesen meg fog újulni a vasútállomás Topolyán, ugyanakkor egy tehérterminális ki fog épülni, ami újabb munkahelyeket és új beruházásokat jelent a község számára. Az Újvidék és Szabadka között húzódó szakasz tesztelése várhatóan szeptemberben indulhat meg. A munkálatok pedig nem állnak meg, a gyorsvasút tovább bővül északi és déli irányba is. Kada bude završena brza pruga do Budimpešte, njihovih 100, skoro 160 km uz naših 183, i kada ove godine, do kraja godine, počnemo da radimo brzu prugu između Beograda i Niša, novih 230 km, krenut ćemo da razvijamo brzu prugu prema Skoplju, zatim prema Solunu, o čemu smo se već dogovorili sa vladama Grčke i Severne Makedonije. Imaćemo u jednom trenutku, u narednim godinama, preko 1500 km brze pruge između Atine i Budimpešte. A gyorsvasút teljesen új dimenziót nyit majd a polgárok számára, mondta Milos Vučević kormányfőhelyettes, aki saját tapasztalataira alapozta kijelentését. Neka večno živi čelično prijateljstvo Narodne Republike Kine i Srbije. Neka se sprovedu svi oni planovi koji dogovore predsjednici Si i Vučić na zadovoljstvo i ponos svih građana Srbije. A vama, građanima Bačke Topole iz celog Severno-Bačkog upravnog okruga, čestitam. Ovo je potpuno druga dimenzija ambijenta gde živite. Vidjet ćete, ja vam to govorim kao stanovnik Novog Sada, ali kao neko ko radi svaki dan u Beogradu, više to nisu isti gradovi kad se završe ovakvi projekti, nego mnogo, mnogo bolji, mnogo, mnogo razvijeniji. A gyorsvasút Belgrád és Újvidék közötti szakaszát 2022-ben adták át. A hivatalos adatok szerint eddig több mint 7 millió ember utazott a 200 km/h sebességgel száguldó vonaton. Újabb utcákban épül a szennyvízhálózat. Horgoson a Nagy Beruházási Igazgatóság támogatásának köszönve 250 millió dinár értékben tovább folytatódnak a munkálatok.
Tovább bővül a szennyvízhálózat Horgoson. Jelen pillanatban is több utcában folynak a munkálatok. Ha ezek elkészülnek, a település 75%-a már le lesz fedve. Izvode se radovi u tri faze, znači prva i druga faza nalaze se sa desne strane Subotičkog puta, ovde baš gde se sada mi nalazimo, trenutno smo ulice Breze na prvoj fazi, znači ulica Vašarište do Subotičkog puta i deo Subotičkog puta je druga faza, a treća faza se nalazi sa leve strane Subotičkog puta i ona će biti priključena na crkvu stanicu za razliku od ove strane desne gde ćemo uraditi kolektor koji će ići graviti. Ennek a hálózatnak a kibővítése ott a legaktuálisabb, ahol van szennyvíztisztító is, emelte ki Fejsztámmel Róbert. Magyar Kanizsa polgármestere hozzátette, Horgos 40-45%-a volt eddig lefedve, de a nagy beruházás igazgatóság támogatásának köszönve ez tovább növekszik. A lakosok voltak azok, akik kérték ennek a beruházásnak az elkezdését, és úgy gondolták, hogy itt Horgoson is, ezen a település részen is ideje már a szennyvíz vezetéket kiépíteni. Én bízom benne, hogy ez nem csak papíron volt kérés és szóban, hanem majd rá is fognak csatlakozni erre a szennyvíz hálózatra. A község területén Magyar Kanizsán és Horgoson található egy-egy szennyvíztisztító. Magyar Kanizsán a település 95%-a már le van fedve szennyvízhálózattal. Az elmúlt időszakban komoly felújításon esett át az Óbecsei Samu Mihály általános iskola. Ma a diákok ünnepi műsorral mondtak köszönetet azoknak a támogatóknak, akik segítettek ebben az intézménynek. Felújított szaktantermek, új nyílászárók, frissen meszelt falak. Jelentős felújításon esett át nemrégiben az Óbecsei Samu Mihály általános iskola. Erre a célra a tartományi oktatási titkárság biztosított közel 12 millió dinárt. A Magyar Nemzeti Tanástól kapott 250 ezer dinárból pedig a csatornát újították fel az iskolában. A falakat mindenféleképp újra kellett frissíteni, az ajtók nagyon régiek voltak, és nem voltak éppen biztonságosak, újra, tehát kicseréltük, új ajtók lettek. Az ablakokat is cseréltük a zenekabinéton, a könyvtáron, tehát itt ablakcserék folytak, ott folyamatosan befújt a szél, hűvös volt. Ez ráfért az épületre. Mackó Zsuzsanna tartományi oktatási altitkár, valamint Rigó Pál Zsófia, az MNT alelnöke és az önkormányzat képviselői is meglátogatták az iskolát. A tanintézménynek komoly tervei vannak a jövőre nézve is. Szeretnék bevezetni az egyváltásos oktatást. Jelen pillanatban helyszűke van, és 8 tantermet kell gyakorlatilag biztosítani, felépíteni. Erre megvannak a tervek, megvannak az előzetes egyeztetések, következik a papírmunka, a tervezés és a pályázás. A községben jelenleg 2 különálló iskola működik Samu Mihály néven. Ez egyrésztről technikai, jogi gondokat is okoz a két iskola között, ugye a Péterréveiről van szó, illetve az Óbecseiről, ahol most vagyunk, de egyébként is olyan zseniális történelmi figuráink vannak, hogy akiről iskolát lehet elnevezni Óbecsén, hogy egy minimum 2-es megítélésű Samu Mihály helyett sokkal inkább illene egy mondjuk tánfivérek általános iskola. Az Óbecsei Samu Mihály általános iskolában jelenleg 378 diák tanul, közülük 280-an járnak magyar tagozatra. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Április 30-án mutatja be a Kosztolányi Dezső Színház az új előadását. Zentán az általános iskolások részére sportnapot tartottak. Április 30-án mutatja be a Kosztolányi Dezső Színház az Ede tragédiája című előadást, amelynek középpontjában a családalapítás áll. A produkció improvizációkon keresztül a próba folyamat során alakult ki a rendező Fábián Péter. A történet szerint Verébede, akit Mészáros Gábor alakít, egy szabadkai történelemtanár feleségével egy éve próbálkoznak gyermekvállalással, sikertelenül. Ezt az olykor komikus, olykor tragikus családalapítási életet
epizódokat kísérhetjük figyelemmel, tele izgalommal, félelemmel, frusztrációval, bizonytalansággal, és megtudhatjuk ezek hatásait egy emberre, egy házasságra. A bemutató április 30-án kedden 19 óra 30-kor lesz a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban, míg a repríz május 4-én. Ez most egy nagyon szomorú történetnek tűnik, és hát valóban reményeink szerint ennek van egy olyan mélység, ami egzisztenciális kérdéseket tud feltenni a nézőben is, de ezt minduntalan ellenpontozzuk a groteszk és az abszurd elemekből fakadó humorral. Tehát van az előadásnak egy fekete humora is terveink szerint, hogyha minden jól megy, akkor az ember nem tudja eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen, legalábbis ez a célunk, most ezen dolgozunk itt az utolsó napokban. Megünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a Szabadkai Építőmérnöki Kar. Ebben az intézményben a fiatalok jelenleg a szerkezetmérnöki, a vízépítőmérnöki, az útépítőmérnöki és az építészmérnöki szakok, valamint a geodézia szakirány közül választhatnak. A geodézián kívül minden szakon van doktori képzés is, de hamarosan a földmérők is folytathatnak majd doktori tanulmányokat ezen a karon. Volt egy időszak, amikor csökkent a hallgatóik száma, de az utóbbi időben ismét növekedőben van, mondta Milán Trifkovics dékán. Kiemelte, nagyon büszkék arra, hogy az intézményben megszerzett oklevéllel a hallgatóik mindenütt megállják a helyüket. U širom sveta imamo kontakte sa mnogima, rade na vrlo odgovornim funkcijama i na naš ponos i na njihov ponos. Znači, jedan vrlo stabilan fakultet sa studentima koji vrlo, sa radnicima koji vrlo, vrlo lepo i značajno mjesto zauzimaju. Ono što je jako zanimljivo reći u ovom trenutku, u ovom vremenu koje je napredak tehnike i tehnologije promijenio sve discipline, sve struke, pa tako i geodeziju, građevinu, to je veliki izazov i kod nas, jer taj novi inženjer mora ima drugačiji kvantum znanja da bi mogao da odoli i da bude što bolji u praksi. Mi to non stop prilagođavamo planove i programe tim zadacima i mislim da će to biti samo bolje i bolje. Jubileumi templom búcsút tartottak tegnap Moholon. Szent György vértanú a templom védőszentjének ünnepén a nagy búcsún emlékeztek meg a templom építésének 200 éves évfordulójáról is. A moholi hívek háromnapos lelki gyakorlattal, tridummal készültek az idén 200 éves katolikus templom védőszentjének, Szent György vértanúnak ünnepére, a templom búcsúra. Sokan áldozatos munkájukkal segítkeztek a templomban, és örömmel készültek az ünnepségre. Legfőképpen a templomtakarításban veszek részt, van egy kis közösség, 5-6-an vagyunk, akik rendszeresen minden héten a templom tisztaságáról gondoskodunk, és ezt szeretettel végezzük. A legkisebbek is lelkesen kapcsolódnak be az oltárszolgálatba. Csöngetés, meg füstölés, meg tárcázást. Azt kedvelem a legjobban. Ma is részt vettél a misén? Igen, meg nagyon rendszeresen szoktam járni. A koncelebrált Szent Mise főcelebránsa Monsignor dr. Németh László belgrádi érsek volt. A háladó ünnepségre megteltek a templom padsorai. A falakat ünnepeljük, de mégse a falakat ünnepeljük, mert ha csak a falakat ünnepelnénk, nem sokra mennénk vele. Egy üres templom az olyan, mint egy múzeum. Azt ünnepeljük, hogy 200 év után még mindig van ebbe a templomba valaki, aki imádkozik. Még mindig van, aki ide betérhet és imádkozhat és dicsérheti az Istent. Az élő köveket ünnepeljük a holdkövek között, vagy az élettelen kövek között. A szentmisét a templom előtt a Csobolyó Művelődési Egyesület fellépése és szeretett vendégség követte. Az Észak-Bánáti természetvédelmi területek fenntartható kezelésével kapcsolatban tartottak tanácskozást Adán. A szakemberek három térséggel foglalkoztak, a konferenciát egy pályázat részeként tartották meg, amely abban szeretne segítséget nyújtani, hogy a természeti értékek védetté nyilvánításának folyamata gyorsabbá váljon. A pályázat részeként három területet vizsgáltak. Az Aranka-menti Szikesek természeti parkot, a Felső-Tisza Holtágai természetvédelmi parkot és Közép-Bánát Szikeseit. Ezek közül kettőt tavaly már védetté nyilvánítottak, a harmadik terület elbírálása pedig folyik. Jó fél éve dolgozunk ezen a területen.
nagyon sok, most látszik ugye a idők múlásával, hogy mennyi munka van, olyan, amit az emberek ugye eddig figyelmen kívül hagytak. Az én véleményem az, hogy legelőször az embereknek a fölfogását kell megváltoztatni, mert most egy büntetésre rászaladunk egy valami olyan, hogy egy felszántott legelőre, egy felszántott mezőre, azok az emberek sokszor nem is tudják, hogy mit csináltak, tehát kell edukációkat végezni. Egyes területek védetté nyilvánítása Vajdaságban átlagosan 10 évig is eltart. Ebben az időszakban jogilag ugyan védettek, de gyakorlatilag sajnos nem. A pályázat ennek a folyamatnak a felgyorsításán szeretne segíteni. A Tisza menti védett területekkel kapcsolatban vagyunk jelen. Amit fontos megemlíteni, hogy itt maradtak ilyen szikes területeknek a maradványai, ami hát most már Európa szerte, világszerte a mezőgazdaság térhódítása, hogy úgy mondjam, túlságos térhódítása miatt visszaszorultak, szinte nem nincsenek is, úgyhogy szükséges volt ez a védelem. Itt ilyen főleg növények szempontjából fontosak ezek a területek, amelyekről itt lesz most szó. A találkozó a pályázat ismertetése mellett lehetőséget biztosított a védett területek kezelőinek ismerkedésére is. A mai esemény elsődlegesen arra szolgál, hogy az újonnan kikiáltott védett területek, tehát az Aranka-menti szikesek és a felső Tisza-mente holtágai kezelői megismerjék egymást, felvegyék egymással a kapcsolatot, esetleges együttműködést kialakítsanak, egy jó szomszédi viszonyt, hogy gyakoroljanak a különböző, itt most jelen vannak a túzok legelők speciális környezetvédelmi rezervációk, Vátum őrszolgálata, itt vannak a becskereki védett területeknek az őrszolgálata, jelen van a Csóka község képviselője és a tartományi környezetvédelmi hivatal. A pályázat fő támogatója a belgrádi nyitott iskola, amely az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének belgrádi kihelyezett képviselője. A regionális ifjúsági sportjátékok részeként ma délelőtt Zentán az általános iskolások részére sportnapot tartottak. A gyerekek a többi között kispályás fociban, röplabdában, kosárlabdában, futásban és sakkban mérhették össze tudásukat. A rendezvényt Ceglédi Rudolf Zenta polgármestere nyitotta meg. Több mint 500 gyerek vett részt a zentai sportcsarnokban megrendezett sportnapon. 4 éve játszok röplabdát, és viszonylag jó eredményeket érünk el. És miért szereted ezt a sportot? Hát azért jó, mert hogy csapatban játszunk, és akkor is sok barátot is tudok szerezni. A zentai Molnár Mona csapatával a Vajdasági Ligában röplabdázik, a rendezvényen pedig bíróként volt jelen. Az edző nagyon sokszor meg szokott minket kérni, akik már ugye felnőtt csapatban játszanak, és elmondtunk 18 évesek, hogy bíróként is vezessük le a meccseket, és nagyon szeretek egyébként bíró lenni. Szokott sok akadály lenni, mert azért az edzők azért szeretnek kötegedni a bírókkal, de én úgy gondolom, hogy kellőképpen tudom ezt kezelni, és nagyon szeretek bíró lenni. A kültéri versenyek a Városi Stadionban kerültek megrendezésre. Nagyon fontos, hogy a gyerekekkel megismertessük a sportot, a sport szellemiségét, a fair play-t, a játék lényegét, és az, hogy végre kimozduljanak és egymással játszanak, ne pedig a számítógéppel. Tehát a játékok alapötlete az abból áll, hogy egy-egy kis településenként megrendezik ezeket a játékokat, olyan ágakban, amelyek nem olimpiai sport, hanem egyszerűen még sportként se, de viszont nagyon kedvelt gyerekjátékként tartjuk számon, mind a két tűzközés, vagy van a 60 méteres futás. A zentai fordulóban kiemelkedően teljesítő gyerekeknek június elején lehetőségük lesz Apatinba látogatni, hogy ott is megmérettessenek, a legjobbak pedig a nyár közepén Splitben mérhetik össze majd tudásukat. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei címszavakban. Juhász Bálintot választották meg a tartományi képviselőház elnökének. 3. alkalommal szervezték meg Budapesten a CPEC Hungary-t, a legnagyobb konzervatív seregszemlét. Újabb utcákban épül a szennyvízhálózat Horgoson.
Komoly felújításon esett át az Óbecsei Samu Mihály általános iskola. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannon.rtv.com-ot. Folytassák velünk az estét. A viszontlátásra!